Sziasztok! Remélem jól vagytok! Ma megint jön egy ilyen nagyon-nagyon különleges leckát, tudjátok mennyire dili tudok lenni, és szóval ma az lesz, hogy hó, ott van egy csomó nő! Mi van ott? Egy csomó vagy egy nő? Hát egy csomó nő. Franciául. Ó, ott van egy csomó nő. Oh, là-bas y a plein de femmes. Là-bas, ott. Il y a, van, il y a, szóval là-bas, il y a, van, plein, sok, vagy egy csomó, de femme, nő, de femme. Oh, ott van egy csomó nő, oh, là-bas y a plein de femmes. Là-bas, il y a plein de femmes. Amikor gyorsan beszélünk, akkor úgy mondjuk. Azt is lehet mondani, hogy il y a un tas de femmes. Il y a un tas de femmes. Nem olyan szép mondjuk ezt mondani. Jobb, ha azt mondjuk, hogy il y a plein de femmes. Ott van egy csomó nő. Mi van ott? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mi van ott? Vagy azt úgy is lehet mondani, hogy qu'y a-t-il là-bas? Qu'y a-t-il là-bas? Qu'y a-t-il là-bas? Szóval, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vagy qu'y a-t-il là-bas? Ezeket mind leírom oda le, szokás szerint, mert ezt nagyon-nagyon érdekesen írjuk franciául, szóval ez nem olyan könnyű, mint ahogy kimondjuk. Szóval, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mi van ott? Egy csomó? Un nő? Egy csomó. Szóval nem egy csomó nő, hanem egy csomó, franciául, az a nő. Nem a nő, mint a nők. Na mindegy, már nem is tudom, miről beszélek. Egy csomó, az a nő franciául. Bocs, de itt motoroznak mellettem, és nem nagyon akartam ilyenkor beszélni, és nem akarom ezt a videót még egyszer megcsinálni, mert ez már harmadszor csinálom. Szóval a csomó, az a nő franciául, az a francia szó, és a nő, az franciául a femme. Nem tudom, hogy ez kristálytiszta vagy nem, de mindegy. Szóval, mi van ott? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Egy csomó nő. Il y a plein de femmes. Ott van egy csomó nő. Il y a plein de femmes. Szóval, egy csomó, donc un nő, vagy egy nő, ou une femme. Un nő, ou une femme. Hát, egy csomó nő. Plein de femmes. Ez magyarul elég érdekes, mert hogy egy csomó nő, meg egy csomó, az ugyanúgy mondják, de nem egyforma, szóval nem ugyanazt jelenti. És ez azért ilyen érdekes lecke. Szóval, franciául a csomó az a nő, franciául a nő az a femme, és amikor ott van egy csomó nő, akkor là-bas, il y a plein de femmes. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és nem sokára majd találkozunk még egy másik leckén. Sziasztok!